Köszöntöm az Együtt magazin nézőit, ma is érdemes lesz velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Augusztus 20-a az államalapítás ünnepe, melyről Székesfehérvár is méltóképpen emlékezett meg. Az ország születésnapjának székesfehérvári programjaira pedig mi is ellátogattunk, és készítettünk belőle egy összefoglalót. A történelmi óriásbábok köszöntötték ma reggel is a járókelőket. A középkori piac vásárait az árusok és a kikiáltók, a komédiások a középkori város életképe idézték meg, és idén is ki lehetett próbálni az egykori mesterségeket. Az igazi szerencsét hozó patkó, szerencsepatkó az mindig 7 szeglukkal van ellátva. Amikor föl van valahol téve, a száraival fölfele van, hogy a szerencse ne folyjon ki belőle, így kifolyik a szerencse. Meg minél kisebb a patkó, annál nagyobb szerencsét hoz. Jó a húzat, hogy minden szál egyformán feszes legyen. A tér másik felén pedig egy másik szakmával ismerkedhettek meg az arra járók. Több mint 100 éves géppel verték a kötelet a gyerekek. Rácsodálkoznak főleg arra, hogy egy kart tekernek, és valahogy 4 kampót tekeredik, ez már maga egy ördöngös szerkezet, belül a fogaskerekek valamit dolgoznak. Tetszik nekik, igen. Az egyik utcácskában talizmánt és gyógyhüves cukorkát készíthettek, és az életvizét is megízlelhették az érdeklődők. A jósok és boszorkányok sikátorában egy fehér hörcsög jósolta meg a jövőt. Nagyon hosszan gondolkodik. Melyik lesz valami? Hosszan gondolkodik, hogy mit? És a hármas. Azt mondja neked, hogy 2 hét múlva szerelmes leszel. A programok ezzel nem értek véget. A hagyományoknak megfelelően idén is útra kelt a fehérvári királyok menete. Imre herceg, második Vak Béla és második István óriásbábját Könyves Kálmán és Álmos herceg követte, de ott volt a sorban első Géza és harmadik Béla is. Az üzenete az, hogy bemutassuk mindenkinek a királyainkat, megmutassuk, hogy milyen büszkék vagyunk a történelmünkre, milyen sok királyunkat koronáztak itt, hányat temettek el. Szerintem egy nagyon látványos és nagyon jó kis felvonás lesz. Most már a karmozgatóink hátán lehet látni az, hogy melyik király kicsoda. Ezt is el tudtuk érni, hogy reméljük tanítunk is ezzel. A székesfehérvári királyi napok rendezvénysorozat záró estéjén az Icsi színpadon a Kis Pejlovam táncegyüttes műsorával vette kezdetét a gála. Az együttest 2011-ben alapította a magyar néptánc élet 10 kiemelkedő képviselője, akik a néphagyomány, a lovasvilág, a néptánc és a népzene megbecsülését erősítve járják azóta az országot, bemutatva repertoárjukat. Thank you.
A gazdag néptánc hagyományú nyárát szerede együttes előadásában a hagyományos néptánc és a modern vagy kortárs táncstílusok is jelen voltak. A társulat évente több mint 90 előadást tart Erdélyben és Magyarországon, az olyan magyar lakta városokban és falvakon, ahová más kulturális intézmények nem vállalnak fellépést. Tizenöttől az együttesnek sikerült alkalmazni a tánckar egy részét, így jelenleg a Bekecs az egyetlen hivatásos magánnéptánc társulat Erdélyben. 17-en jöttünk, meg a zenekar. A zenekar az egy vegyes felállítás. Helyi zenészeink is vannak Budapestről, jött a primás, és a kíséret egy része pedig otthonról. Hát mit mondhatnék? 2007-ben alakult az együttes jelen felállásban. 98-tól létezik a Bekecs, de 2007-ben vettük át az együttes irányítását, és akkor átalakítottuk az együttest. Azóta számos nagyműsorunk volt, azt hiszem, hogy ez a 11. nagyműsorunk, amelyet vagy csak magunkra, vagy valamelyik színházzal, mert táncszínházzal is foglalkozunk, meg vagy valamelyik színházzal közösen készítettünk. Műsorukban Erdély néhány komoly tánchagyománnyal rendelkező településének, nagy táncos egyéniségének táncából építkeztek, szem előtt tartva a paraszti kultúra táncainak természetességét, természetét. A színpadon megjelenő táncok, hallható zenék kiválasztása során nagy hangsúlyt kaptak a ritkán látható, hallható tánctípusok, dallamok és megoldások. Az eszenciáját próbáltuk megjeleníteni a táncnak. Egy olyan kivonatszerű felsorakoztatást az erdélyi néptáncoknak, amely hangulatában és megjelenítésében
megközelíti azt a bensőséges hangulatot, amit a századfordulón a paraszti kultúra ilyen alkalmakkor, tehát bálokba vagy fonókba megjelenített. Azért, mert a 2014-es Főszalotta Páva televíziós döntőig együtt meneteltünk, fej-fej mellett, az elődöntőbe, középdöntőbe, döntőbe, az Alba régiával együtt a Bekeccsel, és nagyon-nagyon jó barátságot kötöttünk, úgyhogy tavalyra hívtam őket, csak hát sajnos vagy szerencsére szaporodtak egy házaspárral többre, de idénre megígérték, hogy nem köt senki házasságot. A mi programunk az az Alba Régia felnőtt csoportjából, illetve az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola junior, illetve Pulutyka csoportjának egy-egy számából áll össze. A Táncvilágnapján látott legújabb koreográfiákat lehet látni. Az est zárásaként tehát az Alba Régia táncegyüttes több csoportja lépett színpadra. A nagy együttes táncosaitól a Patka Parosbát láthatta a közönség, melyben délalföldi táncokat mutattak be. Majd a Csöröge csoport következett bökönyi táncokkal. A felnőtt csoport férfi tagjai Esikeső Hullazápor címmel küküllőmenti férfi táncokat vittek színpadra, míg a hölgyek Somogyi lánytáncokat, Lányok vakarója címmel. A Pulutyka csoport felcséki táncokat ropott Eljebúja címmel, majd a finálé a felnőttek Ígéret havába című bodrogközi tánca volt, melyet vastapssal hálált meg a közönség. Székesfehérvár legnagyobb kulturális rendezvénysorozata a hagyományos ünnepi tűzijátékkal ért véget. A rakétákat a palotavárosi tavak mellől lőtték fel, ahol hatalmas tömeg gyűlt össze fél tízkor, hogy részese lehessen az égi parádénak. A negyed óráig tartó, igen látványos tűzijáték során a fehérváriak a szivárvány szinte minden színét felsorakoztató pompázatos fényeket csodálhattak meg, melyek különböző alakzatokat öltöttek. Szitakötő művészeti környezeti nevelés és élménypedagógia címmel tartanak továbbképzést Székesfehérvári általános iskolai pedagógusok számára a Munkácsi Mihály általános iskolában. De hogy mi a célja a háromnapos programnak, a következő percekben kiderül. Játék az iskola udvaron. A Munkácsiban nem hamarabb kezdődött a tanév, hanem a város pedagógusai gyűltek össze, hogy részt vegyenek az integrált ökológiai oktatási programon. A Szitakötő program 2008-ban indult, azóta több száz hazai és határon túli iskolában is sikerrel működik. Célja, hogy az oktatás nevelés terén ötvözze a természettudományt és a művészetet. Az a fajta, mondjuk így, hogy ilyen poroszos tanítási módszer, amiben talán még én is fölnőttem meg sokan közülünk, az azért már nagyon idejét múlt. Ezt a legtöbb kolléga érzi, tudja, látja, hogy a gyerekeknek nagyon megváltoztak az igényei, tehát muszáj más módszereket használni. Csak hát éppen ugye pont azok, akik 20-30-40 éve hagyták el a főiskola vagy az egyetem falait, hát honnan vegyenek új ötleteket, mi ebben próbálunk nekik segíteni. Tehát azt próbáljuk meg, hogy hogyan lehet korszerűen a mai gyerekek igényeinek megfelelően mégiscsak átadni azokat a szükséges ismereteket. Esetleg egyébként arról is beszélhetünk, hogy valóban ugyanazok az ismereteket szükséges átadni, vagy már valami más. Tehát itt tényleg próbálunk a mélyére menni a dolgoknak. Ugye azt is látni kell, hogy az, ami 10-20-30 éve környezetvédelmi gondolat volt, ökológiai gondolat, az nagyon megváltozott, hiszen megváltozott körülöttünk a világ is, tehát muszáj erre a kollégákat felkészíteni, segíteni őket, hogy ők ezt eredményesen tudják a munkájuk során érvényesíteni.
Egy-két ilyen érdekességet, egy-két érdekes játékos formát, módszert ki tudnánk emelni? Nagyon nagy hangsúlyt fogok arra helyezni, hogy mivel vagy páros, vagy csoportos foglalkozás lesz, tehát ugye 25 kolléga érkezik, sokan vagyunk, egyéni módszerek nem fognak menni, tehát csoportokba fogunk dolgozni, és minden egyes alkalommal a 3 nap során ez sokszor lesz, mindig más módon fogjuk a csoportokat alkotni. Tehát lesz, amikor random, de lesz, amikor én előre megnéztem, hogy ne kerüljenek egy csoportban olyan kollégák, akik például egy iskolába dolgoznak, és minden alkalommal ezek a csoportbontások, ezek az adott témához fognak kapcsolódni. Itt a 3 nap során szó lesz az irodalomról, a zenéről, a képzőművészetről, a drámáról, a kommunikációról, az ökológiáról, tehát nagyon sokféle téma lesz, és akkor egyet mondok, például a képzőművészeti csoportbontásnál magyar festőknek a képeit vágtam föl, és akkor úgy fogják a kollégák megtalálni a csoportokat, hogy meg kell találni, hogy kivel vannak egy kép kockák, illetve nem kockák, hanem ilyen puzzle-szerűen felvágott, tehát mindig más-más. Próbálom tényleg az egész képzést úgy végigvinni, mivel ez nagyon, nagyon hosszú, nagyon kemény, 3 nap alatt a 30 óra, hogy valóban jól is érezzék magukat. Az élménypedagógiának tulajdonképpen ez a lényege. Például nekem még lenne egy kérdésem, hogy irodalmat hogyan lehet másként tanítani, mint eddig? Tehát azt hogyan lehet átadni játékosabb formában? Nem is feltétlenül a játékosságon van a hangsúly, hanem azon, hogy miért tanítunk irodalmat. Én azt tapasztaltam az elmúlt 10 évben, amióta ezt az oktatási programot vezetem, és hát sok száz iskolában jártam, és nem csak Magyarországon, hanem a határon túli magyar lakótelepüléseken is, hogy az irodalmat egy kicsit úgy tanítják, mint a történelmet vagy a földrajzot, azt se így kéne, de az irodalmat pláne nem, hiszen az irodalom az egy művészet. Tehát az egy művészeti tantárgynak az oktatása kéne, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy azért tanítunk irodalmat, mert aki szép verseket, meséket, történeteket olvas, az jobb ember lesz, és szebb lesz a lelke, és boldogabb lesz, hogyha ezt megérti. Ha azt tanítjuk egy gyereknek, hogy hol élt Petőfi, mikor, hova járt iskolába, és az pontosan, hogy kell megmutatni a térképen, az nem eléggé inspiratív a gyerek lelkének a szépsége szempontjából. Tehát egy másfajta megközelítés, azt gondolom, hogy ez az alapkiindulás, és akkor innen próbálunk valami egészen másfajta irodalomoktatásról beszélgetni. A 3 napos akkreditált oktatás a város finanszírozásában valósulhatott meg. Érdekesen ugye a művészet és az irodalomtörténet szempontjából, szemszögéből is megvilágítják a környezetvédelmet számukra, és önkormányzatunk azért támogatta ezt a képzést, mert azon kívül, hogy hasznosnak találjuk, ugye más városokból jöttek a tapasztalatok, hogy tetszettek az ottani pedagógusoknak ez a képzések, és ezért felkaroltuk, és nem utolsó szemponton sem, hogy akreditált képzésről beszélünk, tehát mindenképp nekik is ez jó a szakmai tovább lépésükhöz, fejlesztésükhöz, és azt gondolom, hogy zárérték arányban ez tényleg meg fogja érni. Az első egésznapos foglalkozásra 25 pedagógus érkezett a város iskoláiból. Azt mondják, hogy a szépségért meg kell küzdeni. A Fehérvár szépe döntősei komolyan is veszik ezt az állítást. Bemutatjuk, hogyan készülnek a végső megmérettetésre. Köszöntök mindenkit itt a heti feedben, ezen a héten megnézzük, hogy hogyan segítik itt a Keterben a felkészülését a Fehérvár szépe versenyzőinek. Most hát mire számíthatunk, mennyire fontos a fiataloknak az egészséges életmód szerinted, illetve a rendszeres testmozgás? Nagyon örülünk egyébként, hogy minket választott a Fehérvár szépe csapata, és van ebben egy ilyen missziónk, mert hát ugye vannak a versenyzők, a fitness versenyzők, van az a világ, ahol mi vagyunk,
És van a jó értelembe vett hétköznapi világ, ahol mondjuk egy ilyen szépségversenyben résztvevő lányok lesznek az ideálok, a példaképek. És azt látjuk a világban, hogy egyébként nem feltétlenül jó felé haladunk, mert ugye ez a koplalás, éhezés, csont vékony lányok, és szerintem egy nem normális ideál az, ami néha átjön az embereknek, és azért is örültem, hogy jöttek, és itt vannak, és tudunk beszélni velük arról, hogy nem csak az az egy megoldás lehet, sőt, vannak sokkal egészségesebb, értelmesebb megoldások, mint hogy nem eszem, és ehhez hogyan tudjuk hozzátenni a sportolást, úgyhogy egy ilyen kis funkcionális edzéssel, meg egy előadással egybe fogjuk valahogy fűzni ezt az egész történetet, hogy adjunk át nekik hasznos információkat, és reményénk szerint ezáltal majd ők is viszik tovább úgymond az igét, és terjesztik azt, hogy is lehet egy jól, értelmesen, átgondoltan, egészségesen, de szépnek lenni, hiszen ők szép lányok. Én figyelek az egészségemre, legalábbis próbálok a sok munka mellett általában a táplálkozásra és a folyadékbevitelre figyelek a leginkább, hogy ez meglegyen, hiszen nagyon sokat dolgozok, és ez nagyon sokat elvesz az embertől. Sportolni sajnos nem sportolok, mert nincsen rá időm, de hogyha ez a verseny lecseng, akkor szerintem biztos erőt kapok a sok program után, hogy tovább folytassam. Tegnap is volt egy programunk, és nagyon-nagyon élveztem. Nagyon jó kondit adott, úgymond, egy kis lendületet. Hogyan szeret sportolni, inkább önmagadban egyedül, vagy mondjuk csapathoz szeret csatlakozni, vagy van-e edzőtársad? Én igazából úgy jöttem ide, hogy nem ismertem senkit, úgyhogy én egyedül fogtam magam, elmentem az edzőterembe, és nekiláttam az edzésnek. Eleinte az edző segítségét kértem, nyilván, mert ugye olyan jellegű gépekről van szó, amiket ugye nem nagyon ismer az ember, meg hogy mit tudok én, milyen súlyokkal kell dolgozni, a cellulitiszt mi segíti levinni, akkor egyes testformákra mi az adott mozgásforma, amit kell használni, így mond. És mikor én ezeket úgy jól megtanultam egy-két hónap, utána már teljesen egyedül, saját magam, kis fülhallgatommal, kis világommal lejártam úgy másfél-két órát edzeni heti háromszor. Én iskolába járok még, és próbálom a legtöbb szabadidőmet sporttal tölteni. Persze, hogy a tanulás is nagyon elveszi az időmet, de amikor csak tudok, eljárok futni, vagy a barátnőmmel konditerembe. Igazából úgy gondolom, hogy jobb, hogyha többen megyünk edzeni, egymást motiváljuk ezáltal. Kedves nézőink, ez volt mára az Együtt magazin. Én jövő héten hétfőn a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!